Sziasztok! Ahogy látjátok, most már nem az Airbnb-ből jelentkezem, hanem beköltöztünk a bérelt lakásunkba, itt Ottawában, és be is rendezkedtünk, úgyhogy most már van íróasztalom, ahonnan dolgozni tudok, és ahonnan az angolórákat tartom, illetve időnként még a teraszról is, hogyha jó idő van, mert most szerencsére egy kicsit több a fény, és jobb idő van. És ahogy megígértem, készítem nektek a következő angolos videót, és ez a videó megint egy kicsit az angol gyakorlati részéről szól, vagyis fejlesztünk egy kis szókincset. És ha már sokszor beszélünk a nyugatról, meg a fejlődésről, meg egyáltalán az előrejutásról, akkor kénytelenek vagyunk beszélni a pénzről, tehát beszéljünk egy kicsit a pénzről. Let's talk about money. És a pénz, meg a pénzügy összefüggő szavakról. Ezek a szavak, ezek nem a legeslegalapabb szókincs szavai lesznek, és nem is a leghaladóbb, hanem valahol a kettő között. Úgy igyekeztem nektek összeválogatni, hogy azért érdekes legyen talán még annak is, aki már ezeknek a szavaknak egy nagyobb részét ismeri. Először szeretnék egy nagyon érdekes kontrasztról beszélni, egy nagyon érdekes ellentétről. Ez pedig az olcsó és a drága. So, let's talk about cheap and expensive. I'm sure most of you guys know the word cheap and most of you guys know the word expensive. But there is something very, very interesting about these two words and especially the word cheap. So, azt a szót, hogy cheap, azt nagyon óvatosan használjátok, tudnék. Lehet, hogy azt tanultátok, mondjuk iskolában, tanfolyamon, tanártól, hogy ha valami jó áron volt, és ó, ez tök jó, olcsó volt, akkor azt mondjuk rá, hogy cheap. Amivel azért vigyázni kell, tudnilik, a cheap az inkább azt jelenti, hogy olcsó és gagyi, vagy olcsó és vacak, vagy olcsó és negatív értelemben olcsó. So, if you say something is cheap, it doesn't actually only refer to the price. It tells you a lot about the quality of the thing. Tehát, hogyha az órádra azt mondod, hogy it's a cheap watch, akkor az azt jelenti, hogy ez egy gagyi óra. És nem annyira azt, hogy jó áron vetted. Ha azt szeretnéd mondani, hogy jó áron vetted, akkor inkább azt mondod, hogy it's inexpensive. It's inexpensive. Tehát ez expensive ellentéteként inexpensive. És még egyszer, hogyha azt mondod, hogy cheap, akkor ez inkább azt jelenti, hogy gagyi. Emberekre is elképzelhető, hogy azt mondjuk, hogy cheap. Magamra is mondhatom, hogy I'm cheap. I don't want to spend on doing this or doing that or buying this or buying that. Tehát, hogyha azt akarom mondani, hogy hát én erre nem költök, ez én túl spórolós vagy spúr vagyok, akkor arra is mondhatod, hogy I'm cheap. És ezzel ellentétben, hogyha valami drága, akkor azt mondod rá, hogy it's expensive. Ebben az expensive-ben is van egy kicsit egy olyan töltet, hogy túl drága. It's expensive. Hogyha azt szeretném mondani, hogy valami jó áron olcsó, akkor ahogy mondtam, mondhatod, hogy inexpensive, vagy esetleg azt, hogy reasonably priced. So the price was reasonable, vagy it's reasonably priced. So I bought this watch, it was reasonably priced. Tehát megvettem ezt az órát, mert jó áron volt. Ezt mondjuk annyira, hogy jó áron volt. Hogyha valami drága, akkor mondhatod azt rá, hogy it's pricey. Ez egy olyan kicsit finomított változat. Tudjuk azt, hogy nem feltétlenül akarjuk mindig a másik tudtára adni, hogy valami nekünk drága, vagy olcsó, vagy mennyit engedhetünk meg, vagy mit akarunk rá költeni. És akkor használunk olyan kifejezéseket, ami például a pricey, ami azt jelenti, hogy magasabb áron volt, de nincsen annyira olyan töltete, hogy túl drága. Tehát ez volt az olcsó és a drága. Hogyha valami nagyon jó áron van, akkor lehet, hogy az speciális akció volt. Tehát nézzük meg, hogy van angolul az akció. Már most elárulom előre, hogy nem úgy van, hogy action. Jó? Tehát az action az nem a magyar akciós Tesco, nem tudom, minek az ára. If something is on a
lower, something comes at a lower price than normal, then you might say it is on sale. You know, we know the word sale, right? We are using that in Hungary, unfortunately. So you can say this watch, if you stick to the watch, this watch was on sale. Or it was on special. It was on special or special price. That diszkontáron volt. A diszkont szó megvan az angolban, így hangzik, hogy discounted price. So it came at a discounted price. Egy csökkentett áron vettem ezt a valamit. Ha valami nagyon jó áron volt, akkor mondhatod rá, hogy it was a good deal. It was a very good deal. I think this price made a lot of sense. You know, it wasn't too expensive. It's not cheap, but it was at a good price. So it was a good deal. I think it's worth the money that I paid. Tehát, hogyha megérte az árát, akkor a kifejezés erre az, hogy it's worth the money, vagy it was worth the money I paid for it. Még egy olyan szó van, vagy kifejezés van, ami mondjuk az akciós dolgokra vonatkozik, az pedig a budget. Ezt inkább arra szoktuk használni, ami alacsony áru, ami mindig kedvező áru. So, everyone knows that in Europe, you can fly all over Europe, more or less, with certain airlines like Wizz Air or Ryanair at a lower price. So the ticket comes at a lower price. And that's what we call in Hungarian, fapados légitársaság. In English, we call them budget airlines. Hát, hogyha ezt így végig gondolod, hogy budget airlines, az a fapados, akkor itt talán könnyebben érthető, hogyha azt mondod, hogy budget price, akkor ugye az egy ilyen alacsony ár, amiért alapszolgáltatást kapsz, ugye, vagy valamilyen ilyen alapterméket. Basic, it was very basic, the item is basic, and the price is basic, so that's a budget price. És akkor még szeretnék néhány olyan szót és kifejezést említeni nektek, vagy megmutatni nektek, ami szintén a pénzzel és mondjuk a bankkal vagy a banki szférával kapcsolatos, de megint, ahogy mondtam, ezek azért nem a finance Englishbe tartoznak, ezek azért inkább alapszavak. Az első sokatok számára ismert szerintem, ez pedig az ATM. Az ATM az a bank automata, amiből ugye beleteszed a kártyádat, és mondjuk beteszel vagy kiveszel pénzt. Az ATM pedig Automated Teller Machine. Automated Teller Machine. A teller az az emberke, akihez egyébként bemész a bankba, és mondjuk beszélsz vele, vagy fizetsz neki, vagy banki ügyeket intézel, őt úgy hívjuk, hogy teller. És a gép, a bankautomata pedig Automated Teller Machine, ATM. Amit csinálsz, hogyha kiveszel pénzt, az a withdraw. So you withdraw money or you take money out of the machine or you take money out of the bank. Jó. Ha pedig szeretnénk pénzt berakni a számlánkra, és itt jön egy megint nagyon érdekes dolog, akkor azt úgy mondjuk, hogy you make a deposit. You make a deposit. A deposit az a letét. De ez nem letét. Ha egyszerűen pénzt szeretnél rakni a számládra, vagy valaki másére, akkor ezt mondtuk rá, hogy you make a deposit, vagyis pénzt teszel arra a számlára. Nyugat egyik legnagyobb problémájaként, ugye mindannyian tudjuk, az adósság uralkodik most már hosszú évek óta. Az adósság angolul debt. A debt szónak a legérdekesebb aspektusa szerintem az, hogy tök másképp mondjuk, mint ahogy írjuk, ugye úgy írjuk, hogy D-E-B-T, és B nélkül ejtjük ki, úgyhogy debt. So, if someone is in debt, akkor adósága van. A hitelre az alapszó az a credit. És a creditnek vannak különböző szó kapcsolatai, szó kombinációi, amiket szintén nagyon gyakran használunk. Az egyik az a credit limit, vagyis a hitel limit, tehát hogy mennyi hiteled van.
A másik az a credit history, when you want to rent a place or you want to buy something on credit, then they look at your credit history. Tehát ezt nem is tudom egyébként, hogy magyarul hogy mondanám helyesen. Ugye ez a hitel fizetési történetet, tehát hogy mennyire fizetted pontosan a hiteleidet, illetve van kint lévőséged és adósságod. És ennek alapján létrejön egy credit rating, vagyis ugye egyfajta osztályozás, amiben te bekerülsz, mint hitelfizető. Ez egy más és hosszabb téma, hogy ez miért így van, mire jó. Tudom, hogy nagyon sokatokat ez érdekel, de most maradjunk ennél, tehát van credit, credit history és credit rating. Ez a hitel. És hogyha valakinek felhalmozódik az adóssága, akkor azt mondjuk, hogy he or she has a lot of debt. Tehát nagyon sok adóssága van. És az utolsó szó, amit ma szeretnék nektek elmagyarázni egy kicsit, az a mortgage. Köze azért, mert a tapasztalatom alapján és az én diákaim visszajelzése alapján a mortgage egy olyan szó, amit szerintem félre magyaráznak nagyon sok esetben. Valójában a mortgage az az a hitel, amit egy ingatlanra veszel fel. Tehát ez az ingatlan hitel, amivel ugye leteszel egy beugró összeget, illetve leteszel egy bizonyos összeget, és utána évekig fizeted a részleteket. És az, amit felveszel, az a mortgage. Tehát a mortgage az az ingatlanra felvett hitel. Bízom benne, hogy egy kicsit szórakoztató is volt, és igyekszem minél hamarabb jönni a következő angolos videóval, hogyha van olyan téma, amit titeket érdekel, akkor azt se tartsátok magatokba, legyetek szívesek, osszátok meg velem itt a kommentboxba, legyen az angol szókincs, nyelvtan, módszertan, melyik videók tetszenek a legjobban, mert az sokat segít nekem abban, hogy milyen tartalmat gyártsak. Ha tetszett a videó, akkor egy like-kal tudjátok megköszönni. Ha van olyan ismerősötök, akinek szerintetek szüksége van rá, akkor mindenképpen osszátok meg vele. Hogyha szeretnétek a videókról mindig értesülni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, és ígérem, hogy hamarosan, amint tudok, jelentkezem. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!